szilárdsági magyar népdalok, magyar népdal gyűjtésekről néhány szóban. Kevés népdalt jegyeztek le a szilárdságban Bartók Béla és Kodály Zoltán előtt. Először is a népdalgyűjtést Vikár Béla kezdte el tájainkon, aki az 1880-as évek vége felé, 1995 körül a Székelyföldön elindult és fonográfra rögzített néhány olyan népdalt, amire felfigyelt a közvélemény, és ennek következtében Bartók Béla 1904-ben, majd Kodály Zoltán is csatlakozott hozzá, nagyon sok népdalt gyűjtöttek fel szerte Magyarországon a Kárpát-medencében. Bartók Béla 1924-ben először foglalta rendszerbe a szöveges magyar népzenét, ekkor a rendelkezésére álló 7800 dallamból mindössze 34 volt a szilárdságból felgyűjtve. Igaz ugyan, hogy már a 19. század második felében lejegyeztek szilárdsági magyar népdalokat, Bolyér Miklós és Zilahi Kis Károly is, de ezek csak szövegek voltak, mint ahogy a Kriza Jánosnak a balladája is, csak a szöveget tartalmazták, a hangjegyeket még nem publikálták akkor. És ezek általában lappangtak különböző folyóiratoknak a hasábjain, újságokban. Lajta László 1914-ben Diósadon indította el, amikor is 24 dallamot gyűjtött fonográffal, például a Basa Pista balladáját, ami töredékben maradt ránk, és a Csütörtökön virradóra című népdalokat is, amely országosan ismerté vált azóta, így gyűjtötte Diósadon. Fejedelem katonája, útszélén voltam találtá, Lengyelországnak határa. Rákócinak bújdosása, Basa Pistát ott megfogta, az életét gyújtotta. Ékes aranyos dolmányán végig ömlött piros vére. Ja Istenem, jaj Szűz Mária, miért is jöttem bújdosásra? Életimet feláldoztam, vezéri meg oltalmaztam, hazán határin meghaltam, nyilkosokkal megcsatáztam. Fehér Júli is haza várja, minden este vacsorára. Ne várj Júli is, ne várj Júli is, ne várj Júli. Kodály Zoltán 1916-ban Krasznai és Szilágypercsenyi bakáktól 4-4
és Szilágy Nagyfalusi katonáktól két dallamot jegyzett le. Ebből a 34 eddig lejegyzett és rögzített dallamból 11 jelent meg különböző kiadványokban. 10 Diósadi és 1 Szilágy Perecsenyi, a Ha felülök keselylábú lovamra című népdal, amit énekeltek szerte a Szilágyságban. Majd Gurka László 1954-ben Désházán 91 és Menyőben 85 dalt jegyzett le. Kalozs Zoltán 1954-ben két Diósadi népdalt jegyzett le, Jagamas János és Faragó József a Romanei Magyar Népdalok című kiadványukban, amely 1974-ben a Kriterion kiadónál jelent meg, 5 szilágysági népdalt publikáltak. A kolozsvári folklór osztály megalakulásával 1949-ben indult meg a mélyebb népzenegyűjtés Erdélyben, és ebben az évben már Jagamas János rendszerezésében körülbelül 10 000 népdal, erdélyi népdal állott a rendelkezésükre, és ennek hatására Jagamas János megírta az adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez című írását, melyben kifejtette, hogy általában érvényesek Bartók Béla megállapításai, amelyeket 1924-ben szögezett le, mely szerint ez itt egy egységes dialektus, az erdélyi dialektus, de az újabb feltárások azt bizonyítják, Jagamas szerint, hogy több népzenei dialektusra és aldialektusra osztható. A szilágyságból még mindig kevés. A gyűjteménynek mindössze 2%-a állott akkor rendelkezésre, és ennek következtében Jagamas arra következtetésre jutott, hogy valószínűleg a harmadik dialektushoz áll közelebb, Szatmár és Bihar népzeneivel együtt. Közben elkezdődött a népviselet, népművészeti adatok gyűjtése is. Dr. Kós Károly, Szent Imrei Judit, Dr. Nagy Jenő, Szilágysági Magyar Népművészet címmel adták ki 1974-ben a Kriterion kiadónál a gyűjteményüket. A szilágysági magyar tájnyelvet a Nagymomban született nyelvész professzor Márton Gyula tanulmányozta Szilágysági tájnyelvi atlasz című munkájában, 1976-ban publikálta ezt. A szilágysági fazekasok munkáit dr. Kós Károly tanulmányozta, és jelentetett meg egy hosszabb tanulmányt a már fentebb említett Szilágysági magyar népművészet című kiadványban. Majd írt a Falvak dolgozó népében is 1972-ben erről, Siker Lajos désházi fazakasokról írt 1968-ban, és dr. Sipos József Szilágysági fazakasság az Örök Szilágy című kötetben publikálta a tanulmányát 2009-ben. Dr. Töcegi Tekla egy román nyelvű tanulmányban ismertette a désházi fazakasokat, Ola Rituldin Dezsá 2010-ben jelent meg a tanulmánya, és a legújabb, legfrissebb tanulmánykötet azt Szabó Attila, Pripon Emmanuel és Töcegi Tekla írták meg, a Désházi Fazakas Központ kerámiája címmel 2019-ben jelent meg a Zilahi és a Kolozsvári Múzeum közös kiadásaként. Almási István 1963-tól gyűjtött a Szilágyságban. 1963 és 1976 között 13 év alatt 23 szilágysági faluban 234 előadótól 985 dallamot vett föl, Szilágysámsonban a legtöbbet, 255 dallamot rögzített, Szilágyballán pedig 147-et. Majd Balogh Dezsőnek jelent meg egy kisebb füzete, 1973-ban a Népi Alkotások Háza kiadásában, amely 68 dalt tartalmazott. Alulírott pedig a Szilágy Társaság keretén belül Szilágysági Gyerek vagyok című népdal vetélkedőnek az elindításával összegyűjtöttem és publikáltam egy 101 népdalt tartalmazó válogatást, hogy ez legyen segítségükre a gyerekeket és az ifjakat betanító tanítóknak, tanároknak. Ebben a válogatásban Almási Istvánnak, Balogh Dezsőnek,
Kodály Zoltánnak, Lajta Lászlónak a gyűjteményét használtam fel. A következő kiadvány az tavaly jelent meg 2019-ben, alulírott kiadásában a saját gyűjteményeimet tartalmazza. Perecsény Sugár Torony címmel jelent meg, 185 szilárdsági magyar népdalt tartalmaz. Ez a Zilahi Kajete Szilváne kiadásában jelent meg. Népdalaink gazdag műfaji változatosságot mutatnak. Három nagy csoportba soroljuk, mint országszerte. Az első csoportba tartoznak az ütem, páros gyermekdalok és népszokások dalai. Például a gyermekdalok közül az Elvesztettem zsebkendőmet, vagy a népszokások közül a karácsonyi mondókák és betlehemes énekek, nosza-nosza jó gazda, bocsáss minket útunkra, Istennek áldása szálljon a házadra, vagy pedig a farsangi népdalok, hip-hop farsánk, itt tölték az ártányt, nem adják a máját, csak a szalonnáját című népi alkotások. A második csoportban a gyökereiben hangfoglalás előtti régi stílusú népdalaink tartoznak, és a recitáló, sirató énekek. A harmadik csoportban a 19. századtól elterjedt, meggyökeresedett új stílusú népdalokat, szerelmi dalokat, katonadalokat, táncdallamokat soroljuk. Ezek leginkább az első világháború lövész árkaiban teljesedtek ki, akkor nagyon-nagyon sok új stílusú katonadal született országszerte. Régi ötfakú dallamok, a tisztán ötfokú kvintváltó dallamok, például a párlándó típusú Röpülj páva, röpülj, vagy a Megrakják a tüzet, Béres legyél jól megrakd a szekeredet című népdalokat sorolhatjuk. Ezeknek a megismerése fogalmat nyújthat mindenkinek arról, hogy hogyan is alakultak ezek a kvintváltó ereszkedő kvintváltó dallamok. A középső csoportban a zsoltár típusú dallamaink tartoznak. Do-re-mi kezdet jellemzi, ami általában pentaton sorra egészül ki. Szivárvány Havasán című népdalunk például. A harmadik kategóriában a siratok és a sirató típusú strofikus dallamaink tartoznak. Az őskorban nyúlik vissza ezeknek a elterjedése a magyarság között. Az asszonyoknak a dolga volt minden kultúrában a siratás, így nálunk is.
recitált próza volt, tágtere van a rögtönzésnek benne. Sirató típusú szerkezete, strofikus szerkezete volt a históriás énekeknek is. Az alakulásra nagy hatással volt a siratóének. Recitáló közel áll hozzá a párlándó. Katona vagyok én például, vagy pedig tájainkon született Ilosvai Sájmes Péter, aki a toldi históriáját írta meg annak idején, amiből aztán majd Arany János 400 év múlva a toldi trilógiáját merítette. És eljutottunk az új stílusú dalainkhoz. Ezek általában nyugat-európai hatást tükrözik, főleg az első világháborúban született sok katonadal, szerelmi dal, majd a summás vagy a bányász dalok, munkás dalok, stb. Ezeknek a születése tulajdonképpen elkezdődött már a 16. században, amikor a reformáció elterjedésével eljutottak hozzánk a nyugat-európai fogantatású, úgymond zsoltár dallamok, a genfi zsoltárok is például. Legfőbb jellemzői ezeknek a daloknak a visszatérő szerkezetű négy soros forma, alkalmazkodó ritmus és tempo giusto, vagyis feszes ritmus, ami a táncdallamoknak az egyik elengedhetetlen tartozéka. Több típus ismerünk ezekből a szerkezeti szempontból. Van olyan, hogy egy dallamsor megismétlődik öt hanggal fennebb, tehát kvintel fennebb. Még egyszer megismétlődik, esetleg egy rövid kadenciális eltérése, és a végén visszatér az első sor megint alaptonalitásba, tehát A, A5, A5, esetleg A5 kadencia, és megint A. Feljött már az est hajnal csillagja, barna legény áll az ablak alatt. Hallod, anyám, milyen szépen híki, bokrétám is megkötöttem néki. Hadd el, lányom, ne menj ki hozzája, ráérsz még a szerető tartásra. Tudom, anyám, tudom, hogy ráérek, azt is tudom, hogy nem sokáig élek. Van még egy nagyon jellegzetes forma, ami az első sornak megismétlődését, majd a harmadik sor egy új anyagot hoz. Ezt énekelte az előbb Viola, a három levele vagyon az Epernek például. Az elsőre a példa az A5-A5-re pedig az Érika ropogós cseresznye. Három levele vagyon, három levele vagyon az Epernek. Három szeretője van, három szeretője van a legénynek. Három közül egy az igaz szerető, szerető, azt az egyet áldja meg, a másik kettőt verje meg a teremtő. Érika ropogós cseresznye, viszek a babámnak belőle, viszek a babámnak csuhaj belőle, ha beteg, gyógyuljon meg tőle. Következő az A, B, B, A, vagy az A, A, B, A, A, B, C, D, ami ugyebár a fűzérforma, mind a négy sor különbözik. A katona dalok között is sok ilyen van. Nemrégen egy monói népdalt találtam, ami a sorozó dalok sorába tartozik. Az ökör a földet nem magának szántja, az anya a lányát nem magának tartja.
szépen felneveli, szárnyára ereszti, keservesen nézi, hogy más üti veri. A Perecsenyi sugártornyot citerázta itt a családi együttes. Ez is nagyon szép dallami és prózai formát mutat. Nem ismétlődnek a sorok, hanem mindegyik variáltan tér vissza. Ezért is érdemes megismerni ezeket a népdalokat, megtanítani gyermekeinknek, utódainknak, unokáinknak, mert a magyar zenei anyanyelvnél számunkra nincsen szebb, ne is legyen. Köszönjük!